imádkoztam és gondolkoztam, hogy mivel köszöntselek benneteket. Nagyon sok íge megfordult a fejembe, és nagyon sok gondolat, de mégis annál az igénél maradtam, amit utoljára olvastunk a családi állítaton. Most pedig nyugalmat adott az Úr a ti istenetek, a ti atyátoknak, amint megmondotta valanékig, most azért térjetek vissza, és menjetek a ti sátraitokban, a ti örökségetek földére, amelyet Mózes az Úr szolgája adott valanéktek a Jordánon. Csak igen vigyázzatok, hogy teljesítsétek a parancsolatot és a törvényt, amelyet parancsolt néktek Mózes az Úr szolgája, hogy szeressétek az Urat, a ti isteneteket, és járjatok minden ő útján, és tartsátok meg az ő parancsolatait, és ragaszkodjatok hozzá, és szolgáljatok nékik teljes szívetekből és teljes lelketekből, és megáld el őket Józsiéi, azután elbocsát el őket, és elmennének az ő sátraikban. Nektek is sok harcba került ez, különlegesen Petráról tudom, amíg eljutott idáig, és sok bőtölésbe és sok imádkozásba, amit meg kellett harcoljál, és szeretném, hogyha ezt most együttesen tovább tennétek, az, hogy harcoljatok, ahogy hallottuk, a ti házasságotokért, harcoljatok azért, hogy azt az örökséget, amit Isten akar nektek adni, hogy ne tudja elvenni az ördög, hanem Isten örökséget akar adni minden ő gyermekeinek, és a feltételek, azt mondja az Isten ígéje, hogy hallgatni kell Isten szavára, és hallgatni kell az ő parancsolataira és az ő ígére. Ami tökéletlenségünk ellenére is akar adni áldásokat, de ez tőletek fog függni. Mennyire harcoljátok meg igazából a ti térdjéteken, és mennyire fogtok Isten ígére figyelni. Isten hadd áldja meg továbbra a ti életeteket, amit ma kezdtetek el, ezen az úton, amit közösen fogtok tovább menni, és hadd Isten töltse be az ő lelkével. Hiszem azt, hogy anyagi áldásokat is fog adni számotokra. Isten áldjon meg veleteket, ezt kívánom szívemből. The best part.
turning like everything's gonna change. And we can stop all the yearning and just exist in today. Is this what it feels like to be right on time? It's a new beginning. Yeah, this is just a start. The best part. It's a new beginning. Whoa. A new dawn is breaking. Take a look at the world we're making. I think we're finally waking up. These are the moments we live for, where stars and planets align. And it can last for forever, but I think the future looks bright. Kedves Laci és kedves Petra, nagyon nagy szeretettel köszöntünk titeket a Degres Pataki és a Zila Ifjúság nevében, és nagyon örülünk nektek, hogy eljöhetett ez a nap, és veletek együtt örülhetünk, amikor házasságot kötött Isten és emberek előtt. Nagyon örülünk nektek, és engednek Petra, hogy megköszönjem neked mindazt a szolgálatot, sok szolgálatot, fáradozást, amit végeztél az IFI-n belül, az IFI-nben. Különböző események megszervezésében. Köszönjük ezt neked, és köszönjük, hogy a része voltál, és továbbra is a része maradsz, úgy tekintünk át. Útravalóul pedig, Laci, Petra, engedjétek meg, hogy felolvassam nektek. 1 Péter 4. részének a 8. ige versét. Mindenek előtt pedig legyetek hajlandók az egymás iránti szeretetre, mert a szeretet sok lépket elfedez. Hát, én ezt kívánom nektek, hogy szeressétek nagyon az Urat, szeressétek Istent, és ugyanakkor szeressétek egymást, de ha Isten szeretitek, akkor biztos vagyok benne, hogy az egymás iránt való szeretet az is menni fog. Így nagyon örülünk nektek, és legyetek áldottak. Kedves Laci és Petra, készültünk mi is egy ajándék az Egres Patikák részéről, és mivel Félix testvér azt mondta, hogy ne legyetek nagyra vágyuk, ezért nem pénzt tettem bele, és nem is aranyat, hanem mást, sót. Ugyanis van egy olyan mondás, hogy akkor ismétek meg egymást, hogyha egy zsák sót közösen elfogyasztotok. Hát mivel krízis van, kis zsákot hoztunk, de fogadjátok el ezt is, és ha akartok minél hamarabb, hát minél hamarabb megismerjétek egymást, akkor lehet kanalazni, és akkor hamarabb majd el fog fogyni. De megjutottak, hogy vettünk normális ajándékot is, úgyhogy majd ennek is ülhettek. Majd, hogyha kinyitjátok. Hát mi is örülünk nektek, és főleg Laci neked, hogy te a mi ifjúságunk tagja voltál. Hát be kell pótold a hosszú éveket, úgyhogy még várunk vissza benneteket. De kívánjuk, hogy az Úr áldja meg titeket gazdagon, és hiszem azt, hogy ez az ő munkája volt, az ő kezdése, és amit ő elkezd, az véghez fog vinni, hogy így köszöntünk benneteket. You changed my direction, but sometimes I still question how I was worth the love of someone like you. Of someone like you. Nagy igazság van abban, hogy habár Ábrahám és Sára még akkor is, hogyha sok gyengeség volt az ő életükben, úgy vannak bemutatva a Biblia által nekünk, mint hívő emberek. Nem is akármilyen hívő emberek. Ábrahámról azt mondja nekünk a Biblia, hogy a hívőknek az atya. Sáráról pedig tudjuk, hogy ott van felsorolva a zsidókhoz írt levél 14. részében a hithősök között. Mind a kettő úgy van megemlítve, mint akinek a szívében, életében ott volt az Istenben való hit, az Istenben való bizalom. És hadd forduljunk hozzátok, és kívánjuk számotokra ezt, és mindannyiunk számára, hogy legyen a ti szívetekben is egy rendíthetetlen hit Istenben. Enélkül lehetetlen boldog házasságot élni. Erre kell alapozni. Ez az alapja, ez szilárdítja meg a mi házasságunkat, az Istenben való őszinte hit. Kedves László, mostantól kezdve te nem magadnak élsz. Mostantól kezdve neked lesz egy drága
édes áldott párod, Petra, akinek a gondját te felelősséggel neked hordozni kell. Mostantól kezdve ti együtt, mint egy család lesztek Isten előtt és az emberek előtt, és fogadjátok el Isten részéről azt a szerepet, amire Isten elhívott titeket a házasságon belül. Ha ez a szemetek előtt lesz ez az áldás, hogy nektek van egy drága megváltótok, egy Istenetek, és aki megnyerte Istent az Úr Jézus Krisztusban, az igazából megnyert mindent. És hogyha tudjátok azt is a szívetekben, hogy van egy Istenetek, és megvagytok ti is egymás mellett megelégedve mindazzal, amit Isten gondviselése rátok mér, ti már nagyon gazdag emberek vagytok. Legyen egy ilyen megelégedés a ti házasságotokban, a ti életetekben. Végezetre mindnyájan legyetek egyértelműek, rokonérzelműek, atyafi szeretők, irgalmasak, kegyesek. Minden házasságban élő személynek nagyon komolyan meg kell tanulni, megbocsátani, elengedni. Egy nagyon fontos igazság. Az a kicsi meg nem bocsátás. Az a kicsi keserűség. Az a kicsi neheztelő lelkület. Ha nem kezeljük, ha nem bocsátunk meg egymásnak, ha nem engedjük el, olyan károkat tud okozni, meg tud minket keményíteni egyik a másik iránt. Az Úr adja meg nektek azt az áldást. Tanuljátok ezt meg naponként gyakorolni, de nem csak ti, mindannyian, akik házasságban élünk, megbocsátani egymásnak, mert akkor lehet csak boldog házas életünk. Ha valaki gonosz cselekszik ellened, azt mondja Péter, áld meg. Ha valaki rosszat tett neked, áldjad őt. Jóval fizetni a rosszért. És ezt meg kell tanuljuk a házasságban főleg. Jóval fizetni a rosszért. Mondj áldást rá. Ha te akarsz boldog lenni a házasságban, ha nem akarod, hogy a keserűség elmerítsen a házasságban, akkor adj áldást. Mondj neki áldást. Nem vagytok egyformák, és ez a két belső világ most találkozik, és meg kell tanuljatok kommunikálni egymással. Ima következő nagyon fontos igazság, amit szem előtt kell tartani egy boldog házasságban, a kommunikációt a felek között. Ahogy az igében is olvastuk, Péter, hogy milyen legyen a mi beszédünk. Minden alkalommal, de különösen házastársok között és házasságon belül. A megfelelő kommunikáció. És amikor kommunikációról beszélünk, főleg a férfiak felé fordulunk. Az egyik ezen a területen szakértő embert kérdezték meg, hogy egy házasságban, a kapcsolatban, a kommunikáció elén ki a legnagyobb probléma. És egy szóval összefoglalta, a férfi. És ez igaz. Kedves László, mondjuk alázattal neked, de szeretettel, hogy erre nagyon, de nagyon ügyelj és figyelj oda, hogy kommunikálj a feleségeddel. És időt kell erre szánni. Ez magától nem fog jönni. Oda kell szánni magunkat, hogy kommunikáljunk a házastársunkkal. Megfelelő kommunikáció hiány, az a házasság csődre van ítélve. Zátonyra fog futni. Nem lesz boldog, nem lesz áldás rajta. Kell, hogy kommunikáció legyen a felek között. Nagyon sok feladat hárul rád, kedves László, mostantól kezdve, majd a mézes hetek után is, hogy megmaradjon a ti életetekben ez a drága öröm, ez az udvarlás. Megmondom, volt egy ilyen időszak, amikor udvaroltatok egymásnak, hogy ez ne fejeződjön be. Legyen gondod arra, hogy naponta megöleld tízszer a feleségedet, megdicsérd vagy tízszer a feleségedet. Mondd neki, hogy szereted vagy tízszer legalább naponta. Ne álljon le ez az udvarlás. Éreztesd vele, hogy szereted. Van az szívedben egy tűz iránta. Nagyon fontos. És hogyha majd lesznek gyermekeitek, és a gyermekeitek meg fogják ezt látni benned és bennetek, hogy ti még így elevenen szeretitek egymást, még mindig apa udvarol anyának. Tudjátok, mekkora biztonságot ad ez a gyermekeknek? Mekkora örömöt? Megkívántatja velük a házasság? Nagyon ügyeltek arra, hogy ima életetek ne hanyatlodjon a házasságon belül. Imádkozzatok. Külön is, együtt is, vigyétek gondjaitokat, bánatotokat, örömötöket az Úr elé együtt szüntelen. Azon segítsen titeket is erre, és mindannyiunkat, hogy Istenben egy boldog házasságban legyen részünk. Amen. Annak okáért elhagyja az ember atyát és anyját,
és ragaszkodik az ő feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Valóban nagy titok ez, amikor az ige erről szól, hogy mi Krisztusnak tagjai vagyunk. És hála azért, hogy az Úr így hívott el titeket is, mint az ő gyermekeit, mint az ő szolgáit, hogy ti is egyen-egyenként Krisztusnak tagjaivá legyetek, és most már ketten, együtt, egy testként is szolgáljatok a Krisztus testében. Ezért szeretném most imádkozni, kérni az Istennek áldását, hogy ő tegyen titeket egyekké, és így legyen ez a házasság Istentől megáldott szent kapcsolattá. Kedves László, hiszed-e, hogy a házasságot Isten szerezte, és hogy mennyasszonyodat Petrát neked feleségül rendelte? Fogadod-e, hogy őt igazán szeretni fogod, és hűséges férje leszel, Isten rendje és igéje szerint holtodig és holtáig el nem hagyod, sem egészségében, sem betegségében, sem örömében, sem bánatában, hanem egész életedben hűséges segítőtársa leszel? Kedves mennyasszony testvérnő, most téged kérdezlek. Kedves Petra, hiszed-e, hogy a házasságot Isten szerezte, és hogy vőlegényedet, Lászlót neked férjedül rendelte? Fogadod-e, hogy őt igazán szeretni fogod, hűséges felesége leszel, Isten rendje és igéje szerint, holtodig vagy holtáig el nem hagyod, sem egészségében, sem betegségében, sem örömében, sem bánatában, hanem egész életedben hűséges segítőtársa leszel? Kedves gyülekezet, hadd köszöntsük mindannyiunk nevében az ifjú házaspárt, Boros Lászlót és Petrát, az Úr áldását kívánjuk a ti életetekre, és hadd adjam át a gyülekezetünk nevében ezt a Bibliát is, amely legyen ott a családi oltáron, használjátok ezt, és így építsétek a ti házasságotokat az Isten igényére. Ezt kívánjuk az Úr neked. You're a temple full of holy wine. I'm gonna love you till the well runs dry. I'm gonna give you all I have inside. All my days for all of time. I'm gonna love you till the well runs dry. Heavy doubt clouds our eyes, and we get hard to recognize. I'll be the first one there to fight. I won't stop reaching till I find the light. I'm gonna love you till the well runs dry. I'm gonna give you all I have inside. For all of time, I'm gonna love you till the well runs dry. I'm gonna love you till the well runs dry.